Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Forest folytatása. Továbbra is egyik sem hát ez igen csak édes. Mindegy. Van elég, nem azt mondom. No, terv az volt, hogy egy alkalmas nagy fára fölkötünk egy ilyen famenedéket, amit talán nem tudnak csak úgy szétverni barbáraink. Sima stickek. Ó, még kő is befér a tárolónkba. Hol kéne ezt az új menedéket fölhúzni, azt nem tudom. Persze. Ennyi, megteltünk. Itt nem tudunk megszállni. A búz nem kell. Milyen ilyen, miféle menedékeink vannak, inkább az kéne, igen. Gazebo. Treehouse. Valamennyire magányosan álló fák kéne. Kellenének, de ez a treehouse, ez szimpi. Van valami más, Alpine Treehouse, Tree Platform. No, akkor keresünk egy szimpatikus fát. Szép nagy magában álló fát. Vagy esetleg néhány társával magában áldogáló fát. Ó! Oh. Nyilvessző. Valamilyen gomba. Újabb tábor. Újra csak halottak mindenütt. Rengeteg nyilvessző van.
Nos, akkor a halott tábornál nem annyira akarok megpihenni. Pedig itt a tisztás közelében valami jó kis facsoport a szimpi lenne. De vagy sűrű erdő, vagy valami probléma van. Szinte mindenütt. Ott arra van a saját táborunk. Na, itt. Na, az a szép fa ott a tisztás oldalán, ha le tudok itt jutni. Ahol még víz is van. Meg néhány ilyen cumó. Na, nekem ez a fa, ez nagyon szimpi. Oké. Stickeket bedobáltuk. 29 rengeteg stick, meg 29 nagy rönk. Hát akkor kezdjünk neki a ügynek. Kissé agresszív. 29 rönk. És kapok 2-t, 3-at, 4-et. Egy fából? De ez van. Szerencsére van snack, van minden. Sokkal nagyobb esze lett. Psz, 23. Ez egy eszelős munka. Mindegy, lesz itt egy új házunk. Remélem, ezt nem tudják csak úgy megtámadni és szétverni majd.
mert ahhoz egy kicsit sok meló van benne. Még 17. Hol van egy szimpatikus fa? Na, ledönti. Eddig oké. Na, a platform nagy része már megvan. Nem lesz feltétlen szórakoztató ez a mai program. Azt nézitek, ahogy egy fát építek. Jó hír, hogy jó néhány tree szeppet összeszedtem menet közben. Szám szerint 11-et. Úgyhogy jó eséllyel majd ezt a javító, épületjavító cumót azt egyszer megcsináljuk. Hé! Valahol nekem még voltak kidöntött falakat részeim. Nem? Na mindegy. Most már szeretném befejezni mai mentéshez ezt. De komolyan megint elvesztettem, hogy hol volt a kidöntött fa két további röntje. Na. Ezzel 7-re csökkent, ez már egy beváltható mennyiség. Mindjárt megvan a fánk, a lakóházunk. Nem kívánom kipróbálni, hogy ránk magunkra tudjuk-e dönteni a fát, de felteszem igen. Az egészen érdekes formába dőlt el.
Na, még elvileg egy extra rönkünk is marad. Sőt, elvileg kettő is, még ennél több is marad, mert valahol egy másik rönköt is ott hagytam. No, sárgának. Másszunk föl. És lessük meg a menedékünket. Mentsük munkák gyümölcsét. Ki tudok ide rakni ilyen egyszerűbb cumókat, mint mondjuk egy ilyen szárító kötél? Ó, igen. Az remek hír. Akkor már csak kötél, meg kaja kéne hozzá. No, jó hír. És akkor volt ilyen tree platform. Azt mondjuk csak úgy átdobni egy szomszédfára. Négy rönk, meg egy kötél. 14 rönk, hoppá, mindjárt más. Rendben, és állítólag van itt ilyen híd. Hát ez nem ilyen egyértelmű. Igaz, egy kicsit barbár méretű lyuk ott a... Na mindegy, majd meglátjuk. Hát kezdjünk bele a platform megépítésébe. Víztárolót, meg majd további ilyen szárító elemeket kell kiraknunk. Kezd sötétedni, de ez a lelkesedésünkön nem számít. Valószínűleg ma már nem fogom befejezni azt a második platformot. Már olyan sok nem kell már bele. Egy ingyen. Hát ez elfeledőlt. Ellenben 5 cumót kaptunk. Amint azzal előrébb lennék.
ez eléggé alacsonyan van. Na jó. Visszamegyünk a másik táborunkhoz, hogy a víztöltőink feltöltődjenek az esőbe. Ne játssz el azt, amit a múltkor, hogy nem kaptál vizet, mert nem voltál ott. Na, nincs is olyan messze. Meg mégiscsak ez a saját táborunk. Szép nagy kerülőt tettünk, de valójában ugyanott maradtunk. Második táborunkhoz. Na jó, mentünk, és szerintem ennyi. Még építkezünk arra felé, majd lesz valami legközelebb, most ennyi.